csak hogy, hogy itt lehetne egy tutoriált ebből csinálni, hogy akkor lerakottál, hogy ne ő mutasson, és akkor mutassuk, hogy izé volt, ennek a OBS-nek volt a laptopról van szó, ugye minek hívják a sötét képernyő, és akkor mutogasd el, hogy most mit csináltunk. Ugye azt csináltuk, hogy legelőször, amikor le volt tört, mert ugye nem volt ilyen kép, hanem csak akkor erre rámentünk, jobb egér gomb, tulajdonság, ura, ugye, és akkor itt a kompatibilitási fülön bekapcsoltuk azt, hogy bekipáltuk, hogy Windows 7, itt lenyitottuk, itt meg, hogy ezzel fusson futtatás rendszergazdagént. Ennyi először, ezt kell megcsinálni, akkor itt a videokártyánál volt az még, hogy hogyha nem ez jön be, amit itt most láttok, elsődlegesen lehet, hogy ez jön be, vagy mit, ami ez jön be, akkor erre a 3D-s beállításra ugye rá kell menni. Itt ugye többféle módot mutogat el a programozó, hogy itt hozzáadjuk, hogyha itt nincs a listában mind OBS, de itt hozzáadjuk, kiválasztjuk, most hirtelen nem is tudom, hogy hol van, de itt van. Itt is ugye, meg aztán ott volt az még, hogy kitalózzuk, és akkor nem ezt hozza be elsődlegesen, hanem belemegyünk ugye a meghajtóba. OBS, hogyha tudnám, hogy hol van az O betű, ABC-leg, akkor Beam-be, megnyitjuk, és akkor megnyitjuk, és akkor csak most nem hajtom végre. Oké, és akkor ott van az integrátot, ugye, hogyha egyszer még kipipáljuk, és akkor lealkalmazzuk. Most ugye mégse, de ez még nem volt elég. Na. Jó, hát ez még nem volt elég. Ja, még nem volt elég, akkor körülött egy olyat is csinálni, hogy gépház. Na, ha nem ez jön be, akkor ezt kell megkeresni, hogy rendszer. És hogyha nem a kijelző van, akkor kijelzőre ide rákattintok. Legörgettünk, hogy a grafikai beállítások. Ott ugye elvileg nincs semmi, de ide belemegyünk a tallózba. Ott szintén ugyanezt. C, OBS. Persze, hogyha megtanálnám, de nem, mert a program fülesztve van. És OBS. Csak ugyanúgy kijelöljük, hogy őt. És akkor itten megmutatjuk neki beállítások, és akkor energiatakarékos. Ennyi. És akkor utána rögtön van is kép. Ennyi.